Nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket. Valaki azt kérdezte, hogy mikor és hogyan jön el az Isten országa? Itt van már, vagy még ezután jön el? A kérdés nem véletlenül tette föl. Lukács evangéliumában van egy szakasz, ahol arról olvasunk, hogy a farizeusok Jézushoz jönnek, és azt kérdezik Jézustól, hogy mikor fog eljönni az Isten országa. És Jézus azt a választ adja nekik, hogy az Isten országa nem megfigyelhető módon jön el, mert az Isten országa ti bennetek van, vagy ti köztetek van. Ezt a mondatot azonban kár önmagában vizsgálni azért, mert Jézus rögtön folytatja, Lukács úgy szerkesztette meg az evangéliumot, hogy ahogy Jézus lezárja ezt a rövid beszélgetést a farizeusokkal, azonnal az ő tanítványainak kezd beszélni az Isten országáról, és pedig olyan érdekes módon, hogy még a farizeusoknak, az ő kegyelmének országáról beszél, addig a tanítványoknak az ő dicsőségének az országáról beszél. És ezzel már mindjárt meg is találtuk a választ arra a kérdésre, és ezt itt az elején szeretném elmondani, és már utána kifejtem részleteiben, hogy ez a kérdés nem így szól, hogy vagy eljött Isten országa, vagy még ezután fog eljönni az Isten országa, hanem ez a kérdés úgy szól, hogy és, hogy már eljött, de még ezután válik teljessé. Már megjelent az Isten kegyelmének az országa, de az ő dicsőségének országát még ezutánra várjuk. Tehát ebben a kettősségben kell erről a kérdésről gondolkodnunk. Nagyon egyszerű egyébként, ha a bibliai légkörben maradunk, így gondolkodni erről a kérdésről, mert az Új Szövetségben az a szó, amit mi országnak fordítunk magyarra, és ami alatt egy földterületet értünk, ország határral körülvett földterületet értünk, az nem egy ilyen földterületet jelent, hanem királyságot, uralmat jelent, tehát nem a tér vonatkozásában, hanem az isteni uralom, az isteni hatalom vonatkozásában beszél ezekről, beszél az országnak a kérdéséről. Míg hol van az Isten országa? Isten országa ott van, ahol teljesül a mi atyánknak az a kérése, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Tehát amikor Jézus Krisztus a farizeusoknak válaszol, akik valamiféle szenzációs, a római hatalmat megdöntő, forradalmi Isten országa képben gondolkodtak, akkor Jézus azt mondja nekik tulajdonképpen, hogy Isten országa már itt van, hiszen itt vagyok közöttetek, és hirdetem és képviselem az Isten uralmának a jelenlétét. Ugyanezt a gondolatot egyébként Jézus elmondja még Pilátusnak is, amikor azt mondja, hogy az én országom nem e világból való. Ha az én országom e világból való volna, akkor volna hadseregem, és akkor most harcolnának, és nem adták volna, nem engedték volna meg, hogy a zsidók kiszolgáltassanak engem tenéker. Tehát Jézus Krisztus azt mondja a farizeusoknak, és azt mondja Lukács, később, mikor megírja az evangéliumát, hogy Isten országa ott kezdődik, hogy a mi szívünkben Isten uralkodik az ő lelke által. Ez tehát az ő kegyelmének az uralma, az ő kegyelmének az országa, az Isten országának ez az egyik aspektusa. Mondhatnánk így.
El kell azonban ismernünk valamit. Nevezetesen azt, hogy Isten országának ez a valósága, az ő kegyelmi országának a valósága, ami eredendően bűnös és esendő mi voltunk miatt, a maga teljességében nem tud érvényesülni. Tehát a görög szöveg egy nagyon érdekes fogalom, mert azt úgy is lehet fordítani, hogy köztetek van, meg úgy is lehet fordítani, hogy bennetek van. Ha azt mondjuk, hogy köztetek van, akkor Jézus önmagáról beszél, aki itt van közöttünk, tehát egy krisztológiai értelme van a szövegnek. Ha azt mondjuk, hogy bennünk van, akkor a Szentléleknek a bennünk végzett munkájára utal. Tehát egy ilyen érdekes szó ez, amit nem lehet egészen pontosan egyetlen magyar szóval visszaadni. Azt lehetne mondani azonban, hogy lényegében, amit Jézus szeretett volna a farizeusokkal megértetni, az a következő, hogy Isten lelke, Isten kegyelme elkezd munkálkodni bennünk, és elkezd munkálkodni az emberben azért, hogy átformálja őt, hogy Isten iránti engedelmességre, az Isten akaratának való önalávetésre késztesse azokat az embereket, akik hisznek Jézus Krisztusban. Ez tehát egy egész életet és az egész emberi történelmet átívelő folyamat. Isten láthatatlan ország, azt mondja, ezt nem lehet megfigyelni, nem lehet megfogni, mert ez ott van valahol a szívben. És olyan, mint a láthatatlan egyház fogalma, bár ezt az egyházra kivetítve nehéz használni ezt a szót. Ugyanakkor Jézus Krisztus, amikor a tanítványaihoz fordul és az ő dicsőségének országáról beszél, arra nézve is azt mondja, hogy szeretnétek ezt látni. Szeretnétek látni, de nem láthatjátok, mert hirtelen és váratlanul fog megjelenni. Tehát amit a farizeusoknak is, és a tanítványoknak is, és nekünk is a szívünkre akart kötni Jézus ezzel a beszélgetéssel, az a következő. Hogy az Isten országát nem lehet levezetni logikusan ebből a világból, megfigyelve különböző dolgokat, mert egyrészt a szív mélyén csak Isten lelke tudja, hogy mi lakik, másrészt pedig csak Isten tudja azt, hogy mikor jön el dicsőségben Jézus Krisztus, hogy megvalósítsa, vagy végítéletet végrehajtsa, és megvalósítsa az ő uralmát. Mi a megoldás, ami számunkra ebben a helyzetben? Az, hogy engedjük, hogy Isten országa minél inkább, Isten uralma, minél inkább átjárja a mi életünket. A Szentlélek által minél inkább birtokba vegyen Isten, és valóban, ahogy imádkozunk a mi atyánkban, legyen meg az ő akarata a mi életünkben, úgy, minél inkább úgy, mint ahogy megvan a mennyben. És bár itt a Földön, a megdicsőlésen innen valószínűleg mindig küzdenünk kell azért, hogy ez így legyen, de ha nem hagyjuk abba a küzdést, akkor megadatik, hogy amikor Jézus Krisztus megjelenik, akkor azt mondja Pál apostol, hogy ti is vele együtt megjelentek dicsőségben. Tehát mi is megjelenünk és megdicsőülünk Jézus Krisztussal együtt. Tehát ebben a keretben kell gondolkodnunk az Isten országáról.